Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem László Zsolt költő. Oka pedig, hogy meginvitáltam őt, hogy az elmúlt hetekben, erről már a Paletta Kulturális Híradóban, illetve a magazinban és a Fehérvár heti lapban is beszámoltunk, a Kortárs Művészeti Fesztivál keretében a Vörösmarty Társaság könyvnapokat rendezett, ahol négy nagyszerű kötetet ismerhettünk meg, és ezek között volt egy nagyon-nagyon várt könyv, László Zsolt, Hajnal a mélyben című kötete, három esztendeje jelent meg utoljára. Szervusz Zsolt, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Nincs köszönöm. Nos, a kötetről ezt mondta nekem Lukács József, a Vörösmarty Társaság alelnöke, aki bemutatta. Fontos ez a könyv, ami megjelent többféle szempontból. Az ő költészete, mondja László Zsoltról, meggyőződésem, hogy az egységes kárpát-medencei magyar irodalom, kortárs magyar irodalom egyik legkiválóbb alakjának kötete. Költészete mind a két alapvető elemet tartalmazza, amit általában a költészet kapcsán szoktunk beszélni. Egyrészt a metafizikai összefüggéseket, a valódi, valóságosan túli transzcendens firtatását, másrészt a magyar lírára mindig is jellemző elkötelezettséget, ami azt jelenti, hogy történelmünk, hagyományaink, kulturális hagyatékunk alapján a társadalmi történeti valóságot keresi, firtatja és értelmezi. Nos, ez a beköszönés Lukácsi Józseftől. Én azt hiszem, hogy ennek minden egyes pillanata igaz, viszont ahhoz, hogy megérjünk és eljussunk a Hajnal a mélyben című kötethez, beszélnünk kell a régmúltról. Ugye azt kevesen tudják, hogy a 70-es évek közepén, hiszen ebben a kötetben is szerepel, Péntek Takács Imre segítségével ismerted meg a költészetet, viszont csak 1999-ben jelent meg az első könyved, Vándor Füzér címmel, úgy is mondhatjuk, hogy az évezred a te köteteddel búcsúzott. Miért? Kérlek szépen, több oka is van. Egyrészt, hogy abban az időszakban a verstermés azért az nem volt olyan bő, mint aztán az azt követő években. Másodszorban maga a Vándor Füzér is egy félig meddig véletlennek köszönhető, hiszen egy 15-20 éves versmerítésnek a válogatása, amit számomra teljesen meglepő módon Péntek Imre gyűjtött össze. Tehát az egy, nem egy tematikus kötet volt. Rögtön az első kötet gyakorlatilag visszafelé 99-től 80-as évek elejéig tartalmazott írásokat. Ez az egyik ok. A másik ok az, hogy hát ugye azért abban az időszakban, nevezik szocializmusnak, nem volt olyan egyszerű a kultúrmédiákba behatolni, ott részt venni a munkába, könyvkiadásra vállalkozni, pláne egy ismeretlen fiatalként. Tehát ugyanakkor, amit Lukács József is mondott, és magam is tapasztaltam, mindig nagy-nagy várakozás előzi meg mindegyik verses könyved megjelenését, mégpedig azért, mert abszolút nem érdemtelenül, de nagyon nagyra tartanak a költőtársaid, és ahhoz a vonulathoz tartozol, akiknek hatása van az olvasóra. Igen, bennem ez nem is annyira rejtett szándék, én ezt erről nyilatkozom is időnként, hogy bökjön a vers, tehát egyfajta olyan mechanizmust azért váltson ki az olvasókból, amit más, lazább műfaj sikertelenedül él el. Én itt húzom meg a vonalat egyébként az egyéb prózai szöveg, meg a mélymerítésű, hát én most költészetnek a magas dinának nevezem, amit mi poézisnek, tehát költészetnek nevezünk. Valahol itt van az a határvonal. Részben ez Takács Imre hatása? Valamelyest? Részben igen, tehát a látásmód mindenféleképpen, tehát arra, hogy rájöjjek, hogy ahogy rájöttem, bizonyos dolgokat másként is lehet látni. Tehát nem csak nézni kell, hanem látni is, jönnek ez a szavajárás. Ugye te úgy fogalmaztál, hogy a kötet, a könyv, az olvasás, általában a vers a befogadásra való készség javítására szolgál. Hogyne, természetesen. Azt hogy értsük? Egy köznapi ember hogy értse? Hiszen a készség, valaminek a megismerése, elmélyülni benne az egyik oldalról idő, másik oldalról valamelyest előképzettséget, de nagyon sok figyelmet és elkötelezettséget kíván. Igen, hát ha az olvasóban nem alakul ki egyfajta empátia, mint ugye vékony a kis
kötet elolvasásának mondjuk az elején, az első 4-5 versnél, akkor elég nehéz a dolga. Ha viszont ez kialakul, akkor egyes szám első szemétől ugye eljuthatunk minden további nélkül, beszélhetünk második szeméről is, ha már ő meg én vagyok, akkor már mi vagyunk. Ez egy érdekes levezetés előadóknak, ritkán szoktam ezzel előhozakodni, ez el szoktam mondani. És így válik a költő gyakorlatilag egyes szám első személyből, többes szám valahányadik személyévé is. Egyértelmű. Tehát ez egyfajta együtt gondolkodást, együtt beszélést kell, hogy jelentsen egyfajta ilyen irodalmi területnek a megemésztése, átlátása. A hajlam pedig az, hogy valaki eleve elzárkózik az ilyen típusú irodalomtól. Nem csupán a költészetről, a versről beszélek, hanem a nehezebb, nagyobb távlatokat fölölelő lírai szövegektől, vagy tömörű kis novelláktól. Tehát abba azt a világot kezdjük élni, hogy a késztetésről is beszéljünk, mert nálam ez szándék, hogy erre késztessem az olvasót. Tehát nem mindig az a jó, amit készen kapunk. Tehát ne higgyük el, hogy az internetes felületeken mindent megtalálunk, amit ott elolvasunk, az mindig minden, hogy úgy van, azon nem lehet változtatni. Tehát egyfajta együtt gondolkodást kíván, és ebből származik majd az olvasónak az a bizonyos fölösleg, az a bizonyos kamat, ami készséget jelent. Rájön arra, hogy van más is. Igen, hát az együttben benne van ami, hogy kicsit másként fogalmazom én is. Én vagyok magamnak, néked én te vagyok, te én vagy magadnak, két külön hatalom, s ketten mi vagyunk, de csak ha vállalom. Tehát ebben az értelemben ez nagyon-nagyon fontos. Ugyanakkor fontos az a hang is, amivel megszólított. Te azt mondod, hogy a saját hang fontosabb, mint a forma. Ezt miként értsük? Ez most fejből csasztuskákat tudnék elmondani, tizet egymás után. Erre sokan azt mondják, hogy jaj, de szépen hangzott. De valami limonádé. Tehát itt valamiről szólnia kell a dalnak, magának a költészetnek, mert különben elveszít a jelentőségét. Mert én nem slágerszöveget írok, én nem dalszöveget írok, nem mondókát írok, nem emlékbe, könyvekbe való anyagokat írok, hanem tudatosan ezeknél komolyabbat, más technikát, más nyelvi aurát használok fel ahhoz, hogy ahogy az előbb fogalmaztunk itt közösen, az ember tudata merüljön el egy kicsit. Tehát bökjön a vers, így amit van. Mondtál az imént? Igen. Tehát ezek a tüskék fontosak? Szerintem igen. Akár belelépni is? Akár belelépni is, hogyha másként nem megy. Most nem bántásról van természetesen. Világos. De most gondolj arra, hogy ha valaki nem figyel oda egy kiskorú gyerek, ha arcul borítod egy fél pohár hideg vízzel, egyből odafigyel rád. Az 50. születésnapodon nagyon sok mindent mondtál, ebből részben idéztem, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos történet volt egyik oldalról a költői létedben, hát az emberiben nem különben, a kettő pedig elválaszthatatlan egymástól. Ugye arról volt szó, hogy a rajzolt távlatok idején is beszélgettünk egyszer, hogy a távlatok jövőkép nélkül mit sem érnek. Viszont ugyanúgy benne van a múlt, a jelen és a jövő, tehát ezt a hármas egységet kezeljük tényleg egységként. Így van. Nem is tudom szebben, jobban megfogalmazni, hogy te mondtad, mert ennélkül az egység nélkül szerintem nincs látásmód se. Tehát az emberben úgy alakul ki egyfajta célfeltételezés, hogyha azt valamire tudja alapozni. Te nem tudsz kinézni a házad ablakán, ha nincsen házad. Ez körülbelül, ha vissza akarom bontani, le akarom egyszerűsíteni, amit mondani akarok, akkor rájöttem arra is például, hogy az ilyenfajta példák, szinte szemléltető, nyelvi szemléltető eszközök. Egyébként ezeket is használom. Tehát a látványteremtő szándék az tetten érhető. De igen. Nem minden áron. Nem minden áron, így van. Mert a szórakoztatás egy dolog, de a tényfeltárás, a kettőnek az egyvelege az egy másik dolog. Amikor, tehát nagyon sok verset nem írsz, sajnos. De ez pont elég nekünk, hiszen ki tudjuk várni, az a lényeg. De hogy tudsz tovább lépni? Tehát amikor azt mondod, hogy a pillanatfelvétel az mit sem ér, az nem számít, ne törődjünk vele, mert csak elveszünk benne, akkor az kifejeződik a verseidben is. Én tudom, hogy igen, de hogy van a szándék? Igen, hát most lehet, hogy megint egy példát kell mondanom, hogy ez érthetővé váljon, mert nyilván tudnék róla beszélni is hosszan.
de én egy általában nagyon becsültem, költő úti Nagy László. Amikor azt mondjuk egy Havondelelő szivárvány című verséből induljunk ki, hogy hó, havon, mindenki tudja, mi az a hó, mi az, hogy havon van valami. Delelő, mindenki tudja, délidőben valaki valamit tesz, vagy nem tesz. Szivárvány, megint mindenki tudja mezni. De ha én azt mondom, hogy havondelelő szivárvány, teljesen más minőséget kaptunk. Pedig három olyan szóból adódik össze, ugye, ami önállóan külön-külön, teljesen értelmezhető, könnyen fölfogható. De ennek a háromnak a szintézise már gondolkodást kíván. És ez komoly feladat. Igen. Kicsinek, nagynak, felnőttnek, irodalomkedvelőnek vagy éppenséggel, sőt, ehhez irodalomkedvelőnek, olvasottnak kell lennie, hogy ezt megérezzük, átéljük. No, megyünk tovább, de előtte azért kérem szépen, hogy egy verssel köszöntsük a Hajnal a fényben kötetet ebből, mert azt hiszem, hogy megéri. Én például elámultam, amikor végigolvastam. Egyrészt nagyszerűek azok a kicsi karcolatok, kis novellák, amelyek megmutatják azokat a mélységeket, amelyekkel emlékezel a barátaidra, költőtársaidra, egy-egy fajsúlyos, komoly pillanatra. A másik oldalról pedig olyan nyelvi gazdagságot ad nekünk, ami én azt hiszem, hogy páratlan valóban. Hárs virág varázs. Nagy eső verte meg ezt a poros várost. Hazafelé mentem egy mindentudóként, és elfelejtettem, hogy föl kell ébredni. Fölsír az alkonyat, véres tetemmé lett a tó fölött a nap. Volna még dolgom itt két világ között is, bújtatva arcomat. Igen, ebben jószerivel minden benne volt, én azt hiszem, mindaz, amiről itt az imént beszéltünk. Van-e alkotói szándék abban, hogy a képeket, gondolatokat kiegészíted és versformában teszed közzé? Hú, ez nagyon nehéz. Hogy születik meg nagyon a vers? Nehéz kérdés volt, mert valójában abból kell kiindulni, amit itt az előbb mintaként felhoztam, a Nagy László verset. Tehát önállóan értelmezhető, értékelhető, általán befogadott képek jelennek meg. És én legalábbis úgy dolgozom, hogy építkező módon, ezek ilyen mozaikok. És ezeket a mozaikokat összeállítom, akkor jelenik meg előttem egy kép. Szokták is mondani, hogy ha olyan jellegű az írásom, akkor én gondolati festő vagyok. Egy bizonyos határig természetesen ez igaz, mert ebbe azért logikát is bele kell vinni, ezt nem feltétlenül lehet megfesteni a folyamatot. De az, hogy a képiség átalakuljon, ahhoz hozzá kell tenni a szöveget. Gyorsan írsz? Mert ha egy festő elront egy képet, félreteszi a vásznat, majd újra kezdi, vagy más tartalommal bíró alakokat ábrázol, de azért egy költőnél az alapvetés az mindig él. Igen, de gyakorlatilag amikor én leülök megírni egy verset, általában már kész van. Tehát én nekem csak azt el kell mondani, ami bennem van, amit látok. Tehát amit gondolatok, azt leírom. Általában rövid idő alatt írok verset, egyre ritkábban nyúlok vissza, tehát úgy, hogy átírok, átjavítás, ez is egyre ritkábban fordul elő. Inkább az történik nálam mostanság az elmúlt 10 évben, hogy kihagyok kötetből verseket. Még saját magam sem tudom erre mi a válasz egyébként, hát ebben is bent van 2-3 darab olyan, amit 20 éve. Igen. És most másként, más szemmel nézel rá? Belejavítasz? Nagyon apró. Az önkorlátozásnak egy olyan fajtája ez, hogy szerintem önmagam minőségét vizsgálom meg. Tehát, hogyha az megállja a helyét, amit én 15-20 évvel ezelőtt írtam, akkor félig meddig meg vagyok elégedve saját magammal is. Oké, egyetértek. Kinek írsz? Magadnak írsz? Hajnalkának írsz? A költőtársaidnak, barátaidnak, olvasónak? Én erre azt szoktam, hogy aki elolvassa. De olvasni nehéz dolog manapság, azt tudod? Igen, nehéz. Nagyon nehéz. És melyek az alapvetései? Tehát gyorsan írsz, könnyen írsz, hiszen megvan a fejedben, gyorsan beszéltünk. Gyorsan. Igaz, hozzá kell tegyem, hogy van egy 4 soros versem, ami 20-25 év alatt készült el, és ahányszor leközölték, mindig hibásan,
és mindig más lett. Egy önmagát író vers élet, négyféle változata létezik, úgyhogy de továbbra is annak tartom. Jó, menjünk tovább, hadd halljunk még verset, mert én azt hiszem, hogy ezek egyedi pillanatok egyéb iránt, hogy itt vagy velünk, és ráadásul olvasol nekünk, mert én bizonyos voltam benne, hogy nyilvánvaló, hogy minden kötetbemutató egy ünnep számunkra, mármint a Vörös Marti Társaság tagjai, közeli ismerősök, barátok, irodalomkedvelők számára, de a te könyveid azok nem azért, mert itt vagy, és nem csak azért, mert 2-3 évet kell rá várnunk, azok mindig különlegesek. No. Köszönöm. 24 óra. Dadogva mondhatom, dadogva sem mondom. Latolva ébredek, ébren latolhatok. Fölsüt ma is a nap, aranygerinc mellé fájvatól árnyékot, hogy a hűs sápat így visszavegyen minden ajándékot, amit a fény adott. A csöndben a rögök eremre tapadnak, válaszul a létnek alvó éberségben, majd hajnali kávé illata ver fejbe. Szemedben kék a hajnal, otthon vagyok benned. Nagyon-nagyon szép egyik oldalról, és azért itt vannak a mélységei. Tehát ez nyilvánvaló, hogy a bensőséges hangvétel, és benne van az a fajta virtuozitás, ami teljesen természetes tőled is. Mert ez a szóhasználat így külön-külön rendben van, de te összeraktad nekünk. Ez miből fakad? A magyar nyelvet megőrizni nagyon-nagyon fontos, így módon is teszem hozzá. Nekem nagyon régóta, és ez tudatos, tehát ezt még csak nem is mondhatom azt, hogy a teremtő akarat meg egyéb más körülmények, teljesen tudatosan próbáltam magamban egészen kiskorom óta fejleszteni azt a képességet, hogy bizonyos dolgot többféleképpen tudjak elmondani, illetve megfogalmazni. És egy idő után rájöttem, hogy ez egy tanulható folyamat, viszont nem is olyan nehéz. Mint ahogy visszatérek ugye a Nagy Lászlói fogalom operációra, gyakorlatilag itt semmi másról nincs szó. Olyan szó, olyan képalkotás és készség alakítására, ami igen, fejlesztető. Meggyőződésem, hogy fejlesztető, bárki számára fejlesztető. Egy biztos viszont, hogy amit már arhaikus nyelvnek tekintünk, de magyar nyelv. Lásd például, most már nyugodtan kimerem a Vörös Marti Mihály Zalánfutása. Ezzel a fővel, akik a modern irodalmat olvassák, a napi sajtót olvassák, a napi tévéműsorokat nézik, hát egy elég nehéz. A világon semmit nem értenének meg belőle. De ha kipróbálják az Zalánfutását olvasni, 25-30 oldal után elkezdik érteni. Igen. Előjön a mélyből ugyanaz a nyelv, amit ma is beszélünk, csak másképpen. Tehát a tartalmi elemek nem nagyon változtak meg, csak azok a szavak jönnek vissza, amit másként használtunk. Tehát itt nem arról van, hogy átírtunk valamit, másképpen nevezzük meg. Változnak a szokásaink, és ezáltal irodik át a nyelvünk is. Hát jövevény szavakról, meg egyéb arról ne beszélünk most. Világos. De ez egy tetten érhető jelenség. Saját magamon próbáltam ki évekkel ezelőtt. Ez lenne a nyelvkészlet megőrzésének záloga bizonyos értelemben? Egy bizonyos szempontból mindenképpen. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye most ott tartunk, hogy a Gulliver nagyon kicsi, egy zaklatott életű hajóorvos, nagyon kicsi, meg nagyon nagy emberek közé kerül. Köszönjük szépen. Ezzel elmondtuk voltak éppen, aztán Swift meg forog a sírjában. Ez jellemző bizonyos értelemben a mai magyar irodalmat nem olvasókra is, hogy készpénzként fogadják el azt a fajta szóhasználatot, azokat a fajta deklinációkat, amelyek a világháló megjelennek? Igen. Igen, én szerintem abszolút, és ez a globalizációnak egy olyan folyamata, ami ellen védekeznünk kell, nem a globalizáció ellen kell védekezni, hanem a globalizáció bizonyos hatásai ellen kell védekezni. Ugye, mert ha most tőlem valaki megkérdezi, mit értek a globalizáció alatt is, ebben mi a jó, meg mi a rossz, én azt fogom mondani, nem készültem természetesen erre a kérdésre, hogy attól jó, hogy rossz, és attól rossz, hogy jó. Tehát nekünk arra kell törekednünk, leginkább a magyar nyelv, mert ez egy speciális, ez egy olyan nyelv, a magyar nyelv, ami nem szabad, hogy pusztuljon. A készlete jóval tágabb, mint bármelyik nyelvnek, de hogy visszatérjek, tehát arra kell törekednünk ezekben a folyamatokból, hogy
a globalizáció ne legyen átok. Tehát ebben az átokból legyen áldás. Tehát ebben az értelemben azért egy, a tiéd egy misszió. Igen, igen. Tehát ezt nem mondhatjuk másként, egy olyan küldetés, ahol, amit szintén mondtál, hogy nem akarsz kettes lenni, az elégséges nem elég. Viszont kitűnőre kell vizsgálni, sőt annál is jobbra, ami természetesen hat, ha valakinek ilyen vágyai vannak, de hát ezért tenni is kell. Mit tudsz például te tenni, mit tud tenni adott esetben, most szélesítsük ki a kört, a Vörös Marti Társaság Székesfehérváron azért, hiszen én szembesülök azzal, hogy bizony-bizony remek munkát végez a társaság, de ott van a de, a vesző után, de meglehetősen szűk az a réteg, aki irodalommal foglalkozik. Hiába nagyszerű költők sorozata jelenik meg, nagyszerű előadások, és számomra úgy tűnik, hogy alig-alig kopogtat az ajtón, vagy éppenséggel dörömből a fiatal. Igen, hát amiről beszéltünk, mindig kicsit vissza kell nyúlni azért. Szóval itt ez a globális világhálóknak a szerepe. Ugye nekünk azt kell bebizonyítani, be kell bizonyítani valami utó módon, pláne a fiatalok számára, amiről beszéltünk, hogy nem csak az van. Na most azt azért ne várjuk el, és ne ringassuk, ne áltassuk magunkat jó ábrándokkal, hogy ha mi túl teljesítünk, és nagyon jó teljesítünk túl, irodalomszervezők, rendezvényszervezők, média, sajtó dolgozók, hogy ez meg fogja váltani a világot. Nem fogja megváltani. Egyébként a század elején sem foglalkoztak sokkal többen irodalommal. Ha viszonyítunk egyébként az akkori sajtótermékek, meg olvasók számát, mint ma. Hát ha megnézik, hogy József Attilának az első verseskötete hány példányban jelent meg, hát nem annyiban, mint az enyém mondjuk példának okáért. Ez egy érdekes jelenség. Aztán rá 25 évre, 30 évre már 25 ezeres példányszámba jelent meg. Olvastak. De ebben benne van nyilván a kultúrpolitika, ebben benne van nyilván a sajtó szerepe, benne vannak ezek a társasági civil szervezetek, szerveződések. Tehát a Vörös Marti Társaság nagy segítséget tud abban nyújtani, és eszköz tud abban lenni, talaj tud abban lenni, hogy aki ezen a talajon akar megállni, az meg is állhasson. Tehát ebben segítséget kap. Olyan fajta bőrzetípusú reklámot nem tudunk kifejteni, és nem is szükséges szerintem a tudalommal, mint egy, mit tudom, egy cipő, vagy egy fürdőruha reklám. Tehát itt nem lehet erről szó, mert akkor gyakorlatilag nem teszünk mást, mint ami ellen mi most beszélünk. Tehát elégedjünk meg azzal, egyébként egyetértek veled, hogy most már korán sem zárt kör, a tiéd, a miénk, tehát aki csatlakozni kíván, annak nyitott ajtón kell bemenni, nem kell dörgetni, nem kell felrobbantani a kaput, és adott esetben még talán nem is kell, hiszen minden tanulható, nem is kell verset írni az első időkben, de aztán majd úgyis megpróbálja. Hol tart ilyen értelemben a költészet ma? Tehát amikor itt az imént már felvázoltad, van helye a költészetnek? Mert egyre inkább azt látjuk, én tapasztalom, hogy a középiskolákban nagyon sok gyerek mond verset. Én ezt csodálattal tapasztalom egyébként. Igen, én úgy gondolom, hogy ez eddig se volt azért nagyon másként. Kétségtelen, hogy ezek a versünnep rendezvények. Itt verselünk, ott verselünk. 111. vers, költészet napja, a könyv napja, azért ez önmagában mind hozzájárul ahhoz, az a bizonyos talajhoz, amire rá lehet lépni, tehát meg lehet nyilvánul, tehát a lehetőség, a térbiztosítása így adott. És itt mondom azt, hogy azért a globalizmus, meg a felhasznált eszközöknek a tára, az nem mindig átok, az lehet áldás is, csak a megközelítés kérdése. Tehát mondtam, én azon vagyok, hogy átokból áldás legyen ez az egész folyam, de ezt ki kell tudni használni, ehhez pedig semmi más nem kell, mint alkalmazkodni tudni. Na most, ha mi a kultúra eszköze, és mindenki a saját területén ennek az alkalmazkodásának az irányába mozdul el, akkor leszünk közösen hatékonyak. No, a hatékonyságról, hogy akkor most halljunk egy verset, immáron a harmadikat, mert azt hiszem, hogy tulajdonképpen szívem szerint csak verseket hallgatnék, de azért fontos természetesen, amit mondasz, mert hogy ez azért különleges.
bárhol nyitott kicsit bonyolultabbat, az áróverset olvasnám föl, és a címadóverset, mert hajnal a mélyben, hajnalkának, tetten értek a tegnapok, és szükségből rogyaszt a mánk, izzik az újrakelő nap, mint forró olajban a fánk. Menekül mélyben az árnyék, dértüdővel fújtat a völgy, mint vándorhaza találnék, ha bírna még az ízes föld. Voltál nélkülem üres templom, és zaggyal telt tanácsterem. Voltál nekem tarkunhalom, angyalarcú bogáncstetem. Hízlalt sokáig az a fény, amit a sötétség teremt. Nosztalgikus Európát ötletelt ki fegyenc fejem. Körbe fúj a bőtorkú szél, a volt, amit vagyok talán, sárkányt eregető balfék, jussom a keresztes magány. Hiszek térdet porcaiban, hiszek elveszni már benned, gerinced íveiben már hegyek nyájai legelnek, diót törve asztalomon eloltja magát a gyertya, 100 wattos égőmről az eon számláit simlizve írja. Szeretném, ha szülne nekem kicsi szőkelányt a tested, de modern háztartásunkban minden tündérség kifakulna. Mentem volna új magyarnak Barbuzinba, Don Arad után. Éjfélkor csöngettem mindig a bejáratok ajtaján. Teszkós matricát ajánlva, holnap már jó lesz eltűnni a seroprán mocsarába. Az erdők nevelt vadjukként sérülten is visszahívnak. Proletár polgár múltammal 1956, 1968, 1998, és a többit sem zavarva ejt magába csillagként elunva a hajnal. Hajnal a mélyben. Csontunkban a velő vacog, te vagy fönt, és én vagyok lent. Paneljeink kockáiban az összes rokon idegen. Ha találtam földbe magot, már hagyom, hogy másnak nőjön. Ízzik az újrakelő nap, mint forró olajban a fánk. Halálig foglak ölelni, csak a mélység néz vissza rám. Tökéletes. A lelked jobbik feléhez szól. Azt hiszem, hogy csak most jó hajnalkának. Én azt mondom, hogy igen, hát ezért érdemes verset olvasni, verset hallgatni. Hát az nagy sóhajjal mondom ezt. Én lubickoltam egyébként a jelző szerkezetekben az elé, és csak egyre mélyebbre és mélyebbre vitt. Ha úgy tetszik, akkor sokkal inkább egyre magasabbra és magasabbra. Mire készülsz most? Hiszen azt mondják, hogy minden kiadott kötet, verses könyv az a következő kezdete. Hát lehet, most ebben az esetben nem így van. Nyilván alakul valami a fejemben. Most ebben a könyvben belekerült pár prózai szöveg. Remek prózai szövegek, igen. És nem jutottam még el oda, hogy megmondjam, hogy ez micsoda. Tehát nem határoztam meg magamban, most novella, karcolatféleség, hát sok mindennek neveztem már őket. Hát maradjunk a nagy rövid lírai írásművek is, majd egyszer megtalálják a helyüket. Hát kicsi hasonlítanak a Ludas Matyiba írt régi kis viccekhez, meg ilyen paródia jellegű valami, de sosem az adott szeméről van szó, hanem az adott szeméről és környezetéről, illetve egy bizonyos eseményről, ami körülje körén fonódik. Most rengeteg ilyen hát kapcsolati tőkéből, a múltból, ismerettségeimből származó kis történet van a fejemben. Tökéletesek. Ezt majd érdemes lenne úgy nyilvánosságra hozni, vagy terjeszteni, hogy már csak ezért is, a verseken túl is érdemes, hiszen sok-sok szereplője van Balajti Feri, Bobori, Péntek Imre, Takács Imre, akit ugye említettünk, és így tovább, azt hiszem, hogy tökéletes történetek. No, búcsúzzunk egy verssel. Mert az mégis mindig más, amikor maga a költő mondja a verset. Tényleg mi ebben a különleges? Te szereted mondani a saját verseidet? Néhányan óckodnak tőle. Én megmondom őszintén, hogy néha vágyom arra, hogy kívülről halljam, de inkább a kíváncsiság hajt. Hogy miként értelmezi? Igen, tehát mi az a hangnem? Mert én amikor egy versemhez hozzáadjuk a saját magaméhoz,
én annak a hangszínezetét is értem. Tehát amikor írom, már akkor tudom, hogy ezt hogy milyen, kell milyen hanglejtéssel kell, suttogni kell, meg kell emelni a hangomat mélyebben, magasabban. Tehát eleve úgy íródnak már, hát egyfajta forgatókönyv is megvan benne. Hát igen, ugyanezt mondta egyébként Gál Csaba és Heiter Tamás is, hogy ők nem szívesen hallják, szívesen hallanák mástól, de szinte bizonyos, hogy az nem olyan, mint amit ők belegondoltak, amikor az alkotó megszületett. Az előfordul. Igen, valahogy így vagyok benne is, de hozzá kell, hogy tegyem, ha már beszélgetünk, hogy és ugye közönség, hogy terjedizadalom, hogy tudunk. Egy 81 éves hölgy tévedt be a múltkor a költőzóba, ennek házigazdája vagyok. Aranka? És, ja, és ígéretet kaptam tőle, hogy a következő költőzóba, ha ajándékba adok neki egy ilyen könyvet, ebből el fog mondani egy verset. Hát most megint csak a kíváncsiság, hogy ez a 81 éves nő ebből mit fog produkálni. Kíváncsi vagyok. Ugyanúgy egy 15 évesre is. Meglátjuk. Kifordított állarc. Lebontottad már régen azt. Hidegen iszod a kávét, és melegen nyeled a sört. Lebontottad már régen azt. Gerinced elágazik már, mint a nagy folyók deltái. Lebontottad már régen azt. Temetők csöngyében vájkálsz, mint vakonda zsíros földben. Lebontottad már régen azt. Vázádban mindig van virág, faladon fut még az árnyék. Lebontottad már régen azt. Nem kell hiányként a többlet, elvetélt magzat, az ötlet. Lebontottad már régen azt. Hogyan kellünk még az éphez? Hányan hiányzunk az egészhez? Leromboltad már régen azt. Ha földobsz majd ma 2 eurót, visszahullhat majd az egyke. Lebontottad már régen azt. Nem hagytál hátra nyomokat. A szél fésült a réteken, apád és anyád volt a fal. Magadat öleled magadhoz, a törmelék fölött, mint egy vendégül látott idegen. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen. És köszönöm, hogy megtiszteltél. Azt hiszem, hogy ezek nagyszerű pillanatok voltak. A bemutató és az is, hogy elmondtad, hogy miként gondolkodsz a versről, magadról, a verseidről. Köszönöm a nézőink nevében is. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem László Zsolt volt, akinek a most a könyvnapokra jelent meg Hajnal a fényben című új verses kötete. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!